árnyékos helyen, hűvösben várják ezek a játékok, hogy a gyerekek kipróbálják őket. Erre csütörtök délelőtt sor is kerülhetett a családok átmeneti otthonában. Lassan, hé, nincs a lábad alatt semmi. Nincs a lábad alatt semmi. A kis bogyókra, úgy. A mászóka mellett csúszdaház és két hinta is van az új játszótéren, melynek kialakítását a Mormon Egyház és egy szabadtéri játékokat gyártó cég közel 4 millió forintos felajánlása tette lehetővé. Még nem volt erre példa a cégünk történetében, hogy támogassunk egy ilyen nemes ügyet, viszont úgy gondoltuk most, hogy erre a vírushelyzetre való tekintettel próbálunk mi is segíteni itt a Vöröskeresztnek ebben a projektjében, úgyhogy megpróbáltuk a legjobbakat kihozni. Az ütéscsillapító talajt felajánlottuk, mint segítséget, ugye a játszóeszközt azt egy másik támogató ajánlotta fel. Azt, hogy milyen játékok kerüljenek ide, az otthon működtető Vörös Kereszten egyeztette a vállalkozás. A kicsik nagyon örültek nekik. Nagyon sokszor nem is tudják ezek a gyerekek, hogy ezeket a játékokat hogyan kell használni. Nehéz sorsú anyák élnek itt gyermekeikkel, akik jellemzően rossz körülmények közül érkeznek. Elsősorban bántalmazott nők menekülnek ide. Minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy talpra tudjanak állni, legtöbbször élelmiszert, játékot és ruhát. Akkor, amikor az infrastruktúrát tudjuk fejleszteni a házban, tehát akár hozzá tudunk építeni, felújítani szobát, fürdőszobát, vagy például amikor egy ilyen adomány érkezik, ami egy játszótér felállítását teszi lehetővé, ezt azért szeretjük és azért örülünk az ilyen adományozóknak, természetesen a magánszemélyek adományozásán túl, mert ez nem egy-egy család jólétét fogja szolgálni, hanem nagyon sok család jólétét fogja szolgálni. Új ágyak és bútorok az otthon új épületének szobáiban, mellette modern eszközökkel felszerelt konyha. A közelmúltban történt bővítésnek köszönhetően 160 négyzetméterrel nőtt az intézmény alapterülete, csökkentve az ide jelentkezők várakozási idejét. A 30 férőhelyes központban férfiak, apák nincsenek, az anyák pedig egy jelzőrendszeren keresztül kerülhetnek ide. Akkor, amikor egy bántalmazott anya segítségért fordul családsegítő központba, gyermekjóléti központba, vagy akár a rendőrséghez, akkor ez az anya otthon be van ebbe a jelzőrendszerbe csatornázva, és rajtuk keresztül tudnak bennünket megkeresni, megtalálni. A bővítés 66 millió forintból Európai Uniós forrásból valósult meg.